Na szép jó napot kívánok mindenkinek, szervusz Satucsi, remélem, hogy jó egészségben vagy már, vagy hát alakulóban. Neki fogunk esni ma hát a faternak végül is, vagy hogy mondjam. Tehát lényegében ez lesz a nagy projektem mára. Javulgatok, helyes, jó van, örülünk neki. Mindannyian örülünk neki szerintem egyébként, akivel így akármilyen kapcsolatban is állsz, így akár online is. Na, azért... Hopp, ezt eltüntetjük onnan a képkocka számlálót. Azért gondoltam, hogy nekiugrunk, mert szerintem lehet, hogy fél órányi lövöldözés van hátra ebből az egész játékból. Utána viszont még rengeteg olyan tartalom van ehhez. Azt mondja is, hello, csak épp főz. Jó van, akkor jó főzőcskézés neki. Aztán, ja, nem tudom. Én is üdvözlöm. Na, szóval igen, tehát, hogy homlok egyenest, befejezzük ezt a történetet egy részről, más részről pedig lehet, hogy nekiugrunk annak a dolognak, amit általában a Far Cry epizódok végigjátszása után szoktam csinálni, miszerint a főgonosz fejébe bepattanunk és megnézzük, hogy aztán ugyan mi volt már ön ennyire gonosz. Na, és ezt megmondjuk neki, hogy ne legyél már ennyire gonosz. Na, ugyan. Mi vagy te ilyen gonosz? Úgyhogy megnézzük, hogy mi a helyzet. Elméletileg fő vagyunk szerelkezve, bár ezt már meg is cáfoltam. Úgyhogy megyünk, azt veszünk dolgokat. Ami elmaradt per pillanat a játékból, az már úgyis maradt szerintem. Én nem tudom, itt szerintem voltak olyan küldetések, amik vagy bizonyos területen... Az mondjuk nem árt. Vettünk föl egy mellényt. Tehát vagy bizonyos területekhez voltak kötve, vagy csak én nem találtam meg, a rossz sebb tudja. Nem vagyok egészen 100%-ig biztos benne, hogy nem-e én basztam el a dolgot, de hát who cares, tehát hogy most már így marad. Mindjárt meg is mutatom egyébként, mert körülbelül olyan 95%-nál járhatunk, tehát hogy tényleg nem sok minden van ebbe a történetbe, mert itt ugye van kettő küldetés és ez a két antenna geci, amit nem találtunk meg. Itt van három épület és három küldetés, tehát igazából itt is van egy, meg itt is van egy küldetés, amit tudunk, tehát látjuk, mert az itt van. Ez a kettő. Csak egyszerűen nem találtam meg őket. Csak most nem akartam, nem hiszem, hogy van értelme ezzel külön foglalkozni. Tehát, hogy... Látjátok mekkora a térkép, látjátok, hogy helikopterből se vettem észre. Tehát fogalmam sincs, hogy hol kéne, hogy legyen. Ez az, ami így inkább elmaradt. Itt Johnnak a régiójában, még a legelejéről. Itt szerintem ez be van bugolva. Tehát ott már réges-rég nincs semmi. Úgyhogy itt nem tudom, hogy mi ment el. Vagy mi történhetett. De fura. Na, telefonommal meg... Megcsináltattam faszán a telefonomat. Ugye össze volt törve a kijelzője. Kicseréltettük. Most szar. Tehát a törött kijelzővel tökéletesen működött, semmi gondja nem volt. Ez a kijelző viszont kurvára nem érzékel semmit. Én meg úgy vagyok vele, hogy még egyszer 20.000 forintért nem fogom... rendbe rakatni, úgyhogy valószínűleg le kell cseréljem megint. És csak úgy mellékesem. Na, szóval azért mondom, hogy olyan küldetések maradtak ki, amik ilyen szerintem ilyen elengedhetőek, úgyhogy az ilyen fostos keresgélős, gyűjtögetős dolgokat így is megcsináltuk, szóval amúgy alapvetően szerintem kitettem magamért, ahogyan szoktam. Úgyhogy induljunk neki. Stílusosan fogok érkezni a Faterho helikopterre, mert ugye hát az úgy a menő. Na, már körbe szaladtam az egész nyomorult várost, mert gyereket elvittem moviba, aztán utána meg elintéztem dolgaimat. Ugye elméletileg most olyan nagyjából egyig amúgy ráérek. Hát nem tudom, hogy amúgy a izét azt meg tudom-e, vagy meg lehet-e annyi idő alatt csinálni. Ugye a Far Cry 6-nak azt a DLC-t, ami ugye a faternak a mentális állapotával foglalkozik. Úgyhogy azt majd
meglátjuk, de szerintem itt, itt most annyira gyorsan le fog pörögni, hogy igazából valaminek úgyis neki kell állni utána. Úgyhogy jobb ilyen ez jutott eszembe, hogy így kéne ezt a dolgot megoldani. Oda megyünk jobb oldalra, ha minden igaz. De én nem akarok innen föntről beszánkázni, mert hát az elég paraszt lenne, nem? Itt az ajtón bemegyünk, szerintem az ideális. Besétálunk, mint a bazmegek, tehát hogy így nem csinálunk ebből ügyet. Úgyis rommá lesz kriptelve az egész, szóval nincs értelme itt külön meg szórakozni ezzel szerintem. Majd meglátjuk. Amúgy sokat gondolkodtam, hogy ezzel nyomjam, vagy a... Semmi, csak a telefonomat szerelem, semmi gond. Nem működik. Jó, akkor szar. Nagyon, tehát ugye össze volt törve a kijelzője, és ugye kicserítettem egy újra, és ez után gyártott, ez meg így, hát van, hogy akar működni, van, hogy nem annyira, van, hogy nem működik, és van, hogy működik. Tehát, hogy így, meg van az, amikor így, tehát gépelni már nem nagyon tudok róla. Tehát ezt így tegnap visszakaptam, és kegyetlen szar lett. Na, figyeljünk meg közben, egy story time van, gyerekek, story time. Jövünk itt Vaterhoz gyalogosan. Közben az egerem meg beakad. Legjobb dolog FPS játéknál, ha az egér így hajlamos beakadni. Hát azért itt vannak fegyverek, kérem. Harcra készültünk. Mi ez a nagy csönd? Avarita, Luxúria. De már vannak neveik a barakoknak. Acedla, Acedia. Vagy ezek mind valamit jelentenek, amire tudnom kéne? Lehet. Rissen van festve, hello. Aha, ez egy ilyen utasítás, hogy kinőttük a tábort, ezt menjünk, ezt basszunk oda mindenkinek. Na, itt kezdődött a történet. Úgyhogy itt is ér véget. Cső, fatter! And when the lamb broke the fifth seal, I saw under the altar the souls of the martyrs. Slain because of the word of God. You made martyrs of my family. And I am prepared to do the same to yours. Hú, itt mindenki be van vudúzva. God is watching us. He will judge us on what we choose in this moment. I told you that we were living in a world on the brink, where every slight, every injustice, where every choice reveals our sins. De most itt várja, mindenki ártatlan. Where have those sins led you? Hova vezetnek a bűneid? Your friends have been taken and tortured, and it's your fault. Hát persze, fog rám köcsög. Countless people have been killed, and it is your fault. The world is on fire, and it's your fault.
was it worth it? Was it? When are you gonna realize that every problem cannot be solved with a bullet? When you first came here, I gave you the choice to walk away. You chose not to. In the face of God, I'm making you that offer one last time. Put down your guns. You take your friends. You leave me my flock. And you go in peace. És megint izé döntés előtt állunk. You're fucking insane. Is he? Hát ha eddig lövöldöztük, akkor most is fogunk. You know what to do, Rook. Hú de szekta, hú de szekta. Dehogy sétálunk el. You'd rather watch the world suffer and burn than swallow your pride. And the Lamb broke the sixth seal, and lo, there was a great earthquake. And the sun became black, and the moon turned to blood. Hűha, most be vagyunk tépve rendesen, hajrá! Várjátok már! Eddig jó. Várjál, de most... Hogy mi van? Nekem kell őket felszedni, és akkor jó lesz? Más fegyver kéne ide. Jó, oké, eddig jó. Inkább csak elborult elme sok önbizalommal. Hát nem tudom, mi baja van, de... De azért közel áll a hülyeséghez. Oké, most őket már meg kimentettük. Már minden fassa. Jó, ők már velem vannak. Fassa. Tehát így nagyon jó. Hopp, mondjuk ott nem tudom, ki lőtte le. Lehet, hogy én voltam. Lehet, hogy inkább ez a fegyver kéne. Ez egy kicsit pontosabb. Aha. Ajaj. Nem nagyon látok semmit. Nem tudom, hogy kéne. Ah, kutyusik. Kutyusik, kutyusok. Jó, hogy mindenki a földön, semmi baj. De csak mégis jobb volt az a másik fegyver, azt tudja. Jó, meg lesz, megoldjuk. Menj már innét, büdös vagy. Oké, még kettő? Hogy lett ebből kettő? Még ő is itt van. A fakom, miért esik el mindenki? Gyerünk, Nick, ne szarj be. Oké, okay, eddig jó. Mondjuk igaz, hogy elég szorul állunk, de... Nem tudom, miért ezt a fegyvert tettem elő, mert hülye vagyok biztos. Mondjuk ez így jó, hogy... Nyolcan vagyunk egy ellen. Eddig jó.
Mi? Revive your friend. Miért ezek is a haverjaim? Jaj, ezek is a haverjaim. Az igen. Hörk az odavert mondjuk. Bazókával. Azt kellett volna, a hörköt kellett volna elsőnek, mert akkor nem basztat. Mindegy, mindegy, szedjük őket, szedjük. Jó, most elfoglalják őket ott balról magukat. Kilenc, még van három. Ez a vadászcsaj. Jó lenne, ha ők is szednék egy, ők is szedik egymást, ez egy fasza, meg vagyunk. Meg lednénk. Menj már innen. Úgy, jó. Oké. Okay. Nem tudom, mit csinálsz. Hol vagy, fater? Micsoda? Neutralize. Ennyi volt? Ez kapta halt. Mondjuk megsoroztuk nagy kaliberrel. They know not what they do. And when the Lamb opened the seventh seal, there was silence in heaven. Hogy változtatja már a színarányait a játék? And the seven angels before God were given seven trumpets. And there were noises, thunderings, lightnings. And an earthquake. Joseph Seed, you're under arrest. And I heard a great voice from the temple say to the angels, go your ways. And pour from the vial. Miért szól izé? Légvédelmi genyó. Ó, kurva. Ezért szólt. Mit robbantottak ezek? Várjál, atomot robbantottak ezek az állatok? Akkor ezért volt annyi bunker itt. Hát ebben nem állnánk bele azért így. Maradjunk annyiba. Ezt nem tudod kitakarni, mint a izébe. Próbáljunk meg elmenni az atomfelhő elől, valószínűleg sikerülni fog. Megyünk, megyünk a bunkerba. De hogy fogunk meghalni? Én vezetek, hagyjál már. Minden rendben lesz. Hát itt robbangatják ránk a szart. De minden rendben. Baszd meg, hány atombomba robban itt föl? Az mi a faxom volt? Hogy lehet így megfordulni? Vagy a Dutch-nak a izéje? Annak itt volt a bunkere, nem? Most oda tartunk? Bazd meg, még mennyi van? Hát, már rég nem élnénk szerintem. Esélytelen. Hál' Istennek a kocsi az bírja, mert ugye visszagyógyul, de... Jokamo atom után már...
hasonlít lennél. Micsoda? Ja, hát eléggé. Eléggé valószínű, hogy ki lennénk már, mint a szar. Tehát ezek tényleg atombombák. Akkor gyakorlatilag ott a parton porrá omlottunk volna szerintem. Nagy valószínűséggel. Ja, hova lett ez a genyó? Eltűnt be az meg már megint. Csak nem eléggé. Ditch the bunker before it's too late. De kinek a hátán vállán, vagy mi? Vagyatok, valaki bevitt a bunkerbe? Még a túl is éljük, valószínűleg kaptunk olyan sugárzást, hogy mindegy. Ide, itt dobj le, majd leérek, ne aggódj. Várjál, kivitt le. Ah. Hát nem, Dutch. You know what this means? It means the politicians have been silenced. Így is lehet mondani végül is. It means the corporations have been erased. Igen, hogyha minden elpusztult, akkor minden elpusztult. Aha, tisztító tűz. Most of all. It means I was right. Ezért totál megérte. The collapse has come. The world as we know it is over. I waited so long for the prophecy that God whispered in my ear to be fulfilled. I prepared my family for this moment. And you took them from me. I should kill you for what you've done. But you're all I have left now. You're my family. Yes, the grotesque. When the world is ready to be born anew, we will step into the light. I am your father. And you are my child. And together we will march to Eden's gate. Jó, ez nagyon beteg. Ez a vége? Te kúrjál fel, te jó Isten! Úristen! Ez nagyon-nagyon gáz. Hányféleképpen lehetett volna egyébként vége? Epikusabb harcra számítottam egyébként, de hogy... Lehet, ha lejjebb húzom a hangot, mert... Lehet, hogy sok lesz a izé. A... Copyrightból. Hát... Oké. Végül is egyébként ennek voltak jelei, tehát hogyha a szövegeket, amiket így néha vele olvastunk még rádióadásokat, akkor azért volt arról szó, hogy lesz ugye támadás. Tehát ez ugye előbb volt vetítve, mert ugye... De mindig vannak ilyenek, akik ugye annyira hisznek a világ végébe, hogy e köré ugye képesek ugye mindent felépíteni.
nem voltam egészen tisztában azzal, hogy ennek ez lehet a vége. De most akkor igazából tényleg felvetődik a kérdés, hogy ki volt a gonosz? Mert oké, hogy ők erőszakkal térítették a népet, de hogy nekik lett igazuk. Tehát, hogy akkor most mi van? Akkor végig mi voltunk a faszkalapok, hogy izétünk. Jó, ez egy kicsit erős. De azért az a vége, az a lezárás, hogy hát akkor most te leszel a családom, és majd akkor együtt állunk az új világ fényébe, és így haha, haha, de jó. Nagyon kemény. Nem tudtam, hogy ez a vége, vagy hogy ez lehet a vége. Ugye itt többször volt, hogy ugye azzal be lehetne fejezni a játékot már a legelején, hogy ugye már eleve nem basztatjuk, meg ilyenek. Hát ezek után érdekes. Hát az oké, hogy elnyomja az egyéneket, de érted, most az a durva az egészben, hogy ez a csávó konkrétan. Tehát, hogy végig, hogyha végig igaza volt, akkor kurva rossz izét választott fegyvereket, mert ezt lehet, hogy nem így kellett volna. Meg nem ezzel a füstölős, drogos genyóval kellett volna az emberek agyát téríteni, hanem tényleg elhitetni velük rendesen azt, hogy amúgy gáz van, vagy gáz lehet. Mert egyébként tényleg basszus, és hány bunkert találtunk? Te jó ég! Hány bunkerbe másztunk be, és egyébként rohadtul fel se tűnt. Hogy jó vagy rossz nálam a hatalom? Hát ugye igen, ez érdekes kérdés. De hát ugye itt a végén is, hogy mondja, hogy a politika és a gazdaság ugye teljesen ugye megszűnt. És ugye ez, figyeljetek már, Pakonyi Zsolt. Mintha újdonság lenne, de ő elég régóta Ubisoftos. Szóval igen, tehát, hogy... igen, ez mindig egy érdekes kérdés, hogy vajon melyik vezeti a melyiket. Hogy a politika miatt alakul a gazdaság, vagy a gazdaság irányítja a politikát. És ki a jó, ki a rossz, mindegyének vagyunk. Hát jó, ez mondjuk igen, tehát ez mindig... Meg ugye az, hogy kinek mi a megítélése, tehát, hogy ki honnét ítéli meg a dolgot. Azért elég kemény. Jó, elég, tehát nem lett kevésbé pszichó a vége, mint amennyire egyébként mondjuk úgy az egész volt. Úgyhogy nem csalódtam a játékba ilyen szempontból. Lehet, hogy ezt egy kicsit fölgyorsítjuk. Mert nem nagyon szoktam eltekerni, de úha, azért nem kicsit fel lehet gyorsítani. Az mondjuk kömény. Ezt a stáblistát olvassátok el. Ez hány óra lett volna megvárni amúgy? Na jó. Azt a kurva. Azért dolgozik ezen már néhány ember, tehát azért pár embernek adott melót, meg kenyeret ez az utatvány. Azt a kurveget. Aztán lehet, hogy körbe-körbe pörgetem, csak nem veszem észre. Na mindegy, szóval igen. Tehát, ja, Far Cry-os lett, na, Far Cry-os. Ennek a zenék, azt a kurva, jó sok zene volt benne. Oké, végignéztük, fogjuk rá. Ott volt mindenki, meg minden is. New Game Plus Mode is unlocked. Nagyon jó. Aha, New Game Plus-ba ezzel a karrierrel teljes értékben folytathatjuk a izéket. Oh, wow! Oh, wow, látjátok a izét, a hátteret? Oh, wow, elég, el van égve minden. Mi van, ha a continue-ra megyek? Akkor visszarakja. Ez de erős váltás volt. Jó, ez durva. Így már értem a New Dawn-t. Oh, baszki. Így már értem, hogy tudták ráhúzni erre a világra a izét. Hun vagyunk, és miért? Aha.
Hát most nem tudom egyébként, hogy mi van. Tehát vissza lehetne még itt jönni, bár gondolom, hogy semminek semmi értelme innentől. De itt még nem égett el a világa, hogy elnézem, tehát itt ez így lefixálta. Jó. Na, akkor viszont egyből meg is izéljük, szögeljük a témát, és akkor átmegyünk a fater fejébe. Tehát akkor, tudtam, hogy ez ennyire rövid, tehát tudtam, hogy ebből csak fél óra van. Úgyhogy ez nem, számomra annyira nem volt meglepetés, hogy ennek hamar vége lesz, csak maximum az, ahogyan vége lett, az volt egy kicsit wow. És így már értem az endet, hogy together forever. Ah, jaj, Istenem, az elmebeteg.